Jó estét kívánok! Én Kovács Dániel vagyok, és Smiló Dávid barátommal, a Paradigma Ariadné Építész Iroda tagjával állunk itt. És azért állunk itt, mert az általunk benyújtott Adernity című pályaműnek ítélte a zsűri az első helyet. Azon a pályázaton, amit a 17. Nemzetközi Építészeti Kiállítás, ismertebb nevén a Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának a 2020-as kurátori koncepciójája írt ki a Ludwig Múzeum idén áprilisban. Ez a győzelem minket is kissé meglepett, mint azt talán látszik is, de ezzel együtt lelkesen állunk a feladat elébe, kicsit lelkesebben, mint a zsűri, mert hogy a nagy kihívás a mi pályázatunkban ugye, hogy nem tudjuk, hogy mit fogunk kiállítani, és ezt ők is észrevették, nem kellett kihangsúlyoznunk. 12 építészirodát kértünk fel a régióból, hogy tervezzenek újra 12 budapesti épületet. Az alapállításunk az, hogy többet is lehetne kezdeni ilyen modern építészettel, mint az, hogy leszigeteljük vagy lebontjuk. Csak jó embert kell megkérdezni, és nyilván ez a jó ember ez részben mi lennénk, másrészt meg ez a 12 iroda. Tehát ők lesznek a jövő évi magyar pavilon kiállítói, hogyha minden jól megy, plusz az a 12 épület, amit említettem, a déli pályaudvartól Szabó Istvánnak az Ildikó téri templomáig. Nem ma kezdődött, és nem is tegnap kezdődött ez a gondolkodás, aminek az eredménye ez a biennálé pályázat. A Paradigma Ariadné építészei, Csóka Attila, Molnár Szabolcs, Smiló Dávid és jó magam, már néhány éve együtt dolgozunk a Transmodern Kollektíva nevű dologban, amit a Kortárs Építészeti Központ szárnyai alatt alapítottunk. Szerveztünk 3 konferenciát, ebből 2 Berlinben, több mint 20 nemzetközi előadóval mind a 2 esetben, és ebből létrejött egy olyan network, amire tudtunk építeni ennek a pályázatnak az összerakásánál is. Emellett még sok-sok oldalról sok-sok előzménye volt ennek a pályázatnak. Mindenképpen említenünk kell a Kéknek a lakatlan projektjét, amit valószínűleg a jelenlévők többsége is ismer, hiszen több éven keresztül futott magyar-holland együttműködéssel Folyák Levente, Oravec Júli, Sanc Judit bábáskodásával, de ugyanígy nagyon fontos előkép a számunkra. Az a kiállítás, ami talán az egyik első nagy nemzetközi kiállítás, ami a közép-európai építészirodáknak a network kösödéséről, a hálózatoskodásáról szól, a Lifting the Curtain, ami pont 2014-ben a Velencei Biennálén mutatkozott be. És szintén említeni akartuk, ez csak egy példa a Kéknek a hasonló témájú kezdeményezései közül, a Beton Retro, amit Varga Péter István kezdeményezésére néhány évvel ezelőtt még az Erzsébet téri Design Terminálban mutatott be a Kék, de hogy egyébként ez a téma, amiről mi is beszélünk, és amiről egyébként a pályázatot azt érdemes megnézni a Ludwig honlapján, mert hogy nem fogunk sokkal többet beszélni a konkrét témáról, az már így évek óta benne van a köztudatban és bennünk is, és foglalkozunk azzal, hogy mi a francot lehetne kezdeni a 60-as évektől, mondjuk a 80-as évekig tartó építészettel. A biennáli pályázást sem most kezdtük igazából, tehát mindannyian túl vagyunk már 1-2 sikertelen pályázaton, de most ez az utolsó, ez úgy tűnik, hogy végül is összejött. És még a Paradigma Ariadné portfóliójából kell megmutatnom a 12 fal kiállítást, nem kell, de úgy döntöttem, hogy megmutatom, mert hogy ez is egy fontos előzménye ennek, hiszen ők kezdték azt ezzel a kiállítással, hogy akkor a régióból hívnak építészirodákat, akik együtt dolgoznak egy projekten. Azt szerint, a koncepció szerint, amit itt fönt láthattok, tehát hogy fiatal építészirodák mit kezdenek két hanyatló világ között. Az egyik ugye a szocialista emlékek, amely a szocialista múltról mindenki tudta, hogy, vagy nem tudta senki, hogy véget fog érni, mégis egy dekadens időszak volt, és a mai, amit mégis valamilyen módon dekadensnek nevezhetünk, tehát könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét. És hogy miért csoportos kiállítás? Ugye alapvetően az építészeti biennálnak a genezise, a 1980-as első biennálé, az egy alkotói csoportos biennálé kiállítás volt, ez a Strada Novissima nevezetű főinstalláció, a Prisoners of the Past tematikájú építészeti biennálé 80-ban, ahol a Paolo Portoghesinek az volt az állítása, hogy olyan kiállítást akar, ami építészettel történik, nem pedig az építészetről szól. Most mi ennél szerintem árnyaltabbak vagyunk, mert egyszerre építészetet használunk, tehát alkotások lesznek gyakorlatilag kiállítva, építészeti alkotások, de lesz szó építészetről is, mert be lesznek mutatva azok a 12, az a 12 épület, amelyet fontosnak tartunk. És önmagában ez a csoportos kiállítás, mint formátum, ez sem
Nyilván nem fogom magunkat ezekhez hasonlítani, hogy majd most itt felrobbantjuk a kelet-európai szénát, hogy ezt megcsináltuk, de ennek van előképe. Roma Interotta 78-ból két évvel csak a Biennale előtt, ami szintén megpróbálta összehozni a 70-es, 80-as évek fontos építészeit, hogy tervezik újra a Nolli térképnek a 12 különböző szekcióját, teljesen crazy, vagy a 32-es International Style néven elhíresült kiállítás, amely megcsinálta a modern építészeti kánont, ott a Villa Savoy látható középen, hogyha nem a Villa Savoy lenne középen, akkor valószínűleg most nem a Villa Savoyra emlékeznénk úgy, ahogy. Philip Johnson egyébként, aki a kiállítás kurálta, és aztán még duplázott a dekonstruktivista kiállításra, és ott is megcsinált gyakorlatilag egy korszakot, vagy a New Domestic Landscape 72-ből, ami megteremtette az olasz dizájnt, mint fogalmat. Előtte ebben a formában az olasz dizájn gyakorlatilag nem létezett. MoMA-ban történt kiállításnak köszönhetően történt meg, hogy összekuráltak gyakorlatilag alkotókat, akik hasonló dolgokat csináltak így a 69 után Olaszországban, de hogy nem volt összefogható előtte. És hogy mi van ma, és hogy látható a kelet- és közép-európai széna? Atlas of Emerging Practices, ez csak ma nemrég jelent meg ez a kiadvány, ebben 95 emerging iroda van benne Európából, 5 kelet-közép-európából, és egyetlen magyar, az Architecture Uncomfortable Workshop van prezentálva, ők részei lesznek a mi kiállításunknak is, szerintem az árulkodó, ugyanúgy árulkodó a Kárné nevű kiadvány, amely 30 irodát mutatott be eddig a két kiadványába, ebből 5 kelet-közép-európai, ez kicsit jobb arány, egy magyar, ez a Paradigma Ariadné, azok mi vagyunk. Elég komoly networking tevékenység van abban, hogy bekerültünk ebbe a kiadványba. És hasonló megdöbbentő információk lesznek a következő dián is, ami a Lisszaboni Triennale Debut Awardjának a shortlisteseit mutatja be. Az elmúlt 9 évben 30 iroda volt shortlisted, ebből egyetlen egy kelet-közép-európai volt, 0 darab magyar, az egyetlen kelet-közép-európai pedig a Plurál nevezett építésziroda volt, aki szintén szerepel a mi kiállításunkban. Tehát összességben látszik az, hogy a kelet-közép-európai légre le van maradva. Ez meg egy kép Rajk Lászlónak az előszobájából, ahol a falon láthatjátok azt a képet, ami a keszthelyi kiállításokat ábrázolja, egy ilyen műalkotás jellegű, társas kiállítás jellegű pályázat anyaga, és ezt azért hoztuk ide, azt mondom, mindenki tudjátok, hogy miért hoztuk ide, meg azért, hogy nekünk alapból Rajk fontos volt, meg fontos volt az, hogy ennek a társas, meg a közös, meg a networkingnek van hagyománya, és a keszthelyi kiállítás ebből egy ilyen kiemelkedő, de lehet, hogy Dani többet is tud mondani. Akkor csak ennyit szeretnénk volna még mondani.